Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit középhaladó elvonulásunkon, és be kell vallanom, nagyon ismerős volt a téma, amiről Viktor beszélt, és talán azért, mert a közelmúltban, ezt értsük az elmúlt két évet, megfogalmazódott bennem, hogy vigyázz, tökéletes akarsz-e lenni, vagy társas, mert a kettő együtt nem megy. Tehát amikor tényleg olyan közel vagy, mint egy párkapcsolatban, családi kötelékben, akkor a tökéletességednek még az írmagja is így elszáll, és harmonikus és jó kapcsolat esetén közösen válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy most igazam legyen, vagy boldogok legyünk. Ez is egy nagyon komoly kérdés, és itt is világos az, hogy bizonyos szintű kompromisszum nélkül ez nem megy. Tehát nagyon nem megy. Vagy megy, de egyedül megy, vagy úgy megy egy csoportban, hogy mesterségesen van szabályozva minden, az is, hogy kinek lehet igaza, és ki lehet boldog. Úgyhogy, ha ez a három törvény az oldaladra áll, akkor az azért történt, mert nem ragaszkodsz a karmához, és nem azonosulsz vele. Ekkora mulandóság, tökéletlenség és feltételez kötöttség mind a felébredettségedet szolgálja. Hogyha ragaszkodsz a karmához és azonosulsz az önképeddel, akkor ez a három törvény úgy tűnik, hogy ellened dolgozik. Az ellened dolgozik, az úgy érződik, hogy te pusztulsz. Pusztulsz, hiszen ez a test véges, egy idő után a lélek tartalmaidra nem emlékszel, és a szellemi képességeid, ahogy úgy elüti az óra a pár x-et, elkezdenek csökkenni. De hogyha nem ragaszkodsz a karmához, és van valami, ami tiszta marad, ami egyszerű és tiszta, és mentes élettől és haláltól, ha ez megvan, akkor viszont ez a három törvény neked dolgozik. És nem pusztulsz, hanem tisztulsz. És ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy milyen utat követsz, mivel azonosulsz, mitől tisztulsz meg. És ekkor elérhetjük a felébredést, és segíthetünk másoknak is felébredni, mert nagyon úgy tűnik, hogy még a rossz karmánk is mullandó, hiszen nem lesz előbb-utóbb hely, ahol megélhetjük azt. Tehát még a rossz karmának is kell valami hely, tér, idő, ahol manifesztálódhat. Na most, hogyha a bolygó lehúzza a rolót, az valójában az emberiségnek probléma. A bolygó helyreáll. Mennyi katasztrófa volt itt? Rengeteg. Meteorittól kezdve üstökösig minden volt, meg lesz is. Több száz méteres tengerszinti ingadozások voltak. Hatalmas fajpusztulások, kihalások voltak. Jelek szerint volt, hogy 1 millió évbe telt, amíg helyreállt egy normális ökoszisztéma. De nekünk ez probléma, a bolygónak nem. Tehát valójában magunkat tesszük tönkre, hogyha nem ismerjük fel a feltételhez kötöttség, mulandóság és tökéletlenség vagy tulajdonságok teremtettsége voltát. Úgyhogy ha ebben segíthetek bárkinek, hogy ezen a tisztuló úton haladjon, és ne a pusztulás érzetet öltse el, akkor kérdezzetek. Az utóbbi hónapokban jártam úgy kétszer is, hogy előjött egy dínó, nagyon szerettem volna megoldani, és minél jobban szerettem volna megoldani, annál inkább csak nőtt, úgymond. Aztán jött egy kis betegség, és akkor ott ráébredtem, hogy jó, hagyni kéne, hogy úgymond rendeződjön, csak látni. És akkor úgymond megoldódott. De ebbe szeretnék segítséget kérni, nem szeretném nagyon sokszor megismételni ezt a... Hogy akartad megoldani a dínó által jelzett karmát? Hát foglalkoztam vele. Aha. Ezt tudod, mit jelentett? Hogy etetted a dínót. Igen. Akkor erősebb lesz. Te elkezdtél gondolkodni róla, érzelmeket táplálni, különböző képzeteket alkotni, esetleg rendszereket segítségül hívni, amivel a dínó betehető egy állatkertbe. Ezzel csak eteted. Tehát a nyugati terápiás módszer a diagnózisig helyes. Egész addig, amíg megállapítja fogalmi szinten, rendszerszerűen mi a baj.
De a kezelésben nem vagyunk jók. Egész a mai napig nem világos, hogy mi az önkép és mi az önvaló. Nem világos, hogy az azonosulást hogy lehet megszüntetni. Nem világos, hogy az én struktúrából hogy lehet a traumát úgy kivenni, hogy az a helyére kerüljön, és a reakció menjen el, de a történés maradjon. Ezekben nem vagyunk jók. Ehhez még mindig kell egy olyan út, egy olyan tanítás, ahol mondjuk az üresség, a teremtettség, a nem kettősség, az én eredeti nem létezése, ezek mind szinonim fogalmak, hogy ezek feljöjjenek. Mert ha nem, akkor állandóan ilyen kis teremtettként, kis teremtményként a világot olyannak szeretnénk, amilyennek. Belül is. És amikor rájövünk, hogy ez nem megy, és teremtőként kellene a karmánkhoz viszonyulni, és nem áldozatként, akkor ez egy nagyon nagy szemléletváltás, és tapasztalás nélkül nem is megy. Tehát ezért érdemes az energiákat befelé fordítani, és a belső ösvényen haladni egy kicsikét, mert ha ezt nem tesszük, akkor a dínót is simogatjuk, beszélünk hozzá, kérlek, hogy ne egyél meg, léci, ne egyél meg. És a dinóra vetített képünk visszaszól, hogy dehogy, hát ez nem is fog bekövetkezni. Közben etettük, hozzánk szokott, és egyszer csak úgy látja, hogy na, a karma erősebb lesz a teremtőjénél. És ez az, amikor így belül valami összeszól, hogy ezt én csináltam, és erősebb lett, mint én. Tehát tudtam olyan követ teremteni, amit nem tudok felemelni. És ekkor kell sajnos a követ porrá, az egészet. Ahonnan lett, és vissza ide. Vissza a nem tudhatóba, vissza az énség előttibe, vissza az azonosulás nélkülibe. Ezért nagyon komoly gyakorlat, hogy hallod a madácsi csergést. Ezért gyógyító az, ami a nem cselekvés, vagy nem énség, nem dualizálás. Tehát nem tudod mitől, de hogyha tényleg nem tévét nézel meditáció közben, és nem probléma megoldó kurzus, és nem valami szisztematikus gondolkodás vonja el a figyelmed, ha tényleg azt csinálod, amiről szól, a lélek spontán gyógyul. Nem mindenből, és nem rögtön, ezt tudjuk. De hogyha jól csinálod, és kellő alázattal és szerénységgel fordulsz az egészhez, megtalálod azokat a módszereket, amelyek még átmenetileg szükségesek ahhoz, hogy te tényleg jól lásd az okot és az okozatot. Teremtsd, amire szükség van, ne teremtsd, amire nincs szükség. Kiderül, hogy ha elhárítod a szenvedést, spontán megjelenik a boldogság. Nem kell külön meghatározni, kijelölni, célként követni. Csak legyél szíves megszüntetni az önsorsrontó mechanizmusaidat. És kész. Ennyi. Ez épp elég munka. És kiderül, hogy a legnagyobb önsorsrontás az a fix egoitásba vetett hit. Hogy te nem tudsz változni. Akkor tényleg megevett a dínó. És mihelyt az önkép lefelé megy, csökken, gyöngül, az energiaszinted növekszik. Akik ezt nem hajlandók így látni, azok különböző áthidaló megoldással meg akarják patkolni a rendszert, meghekkelni a rendszert, és az önkép meglétét valamilyen kémiával leönteni, hogy átmenetileg az ne legyen, és akkor az energiaszinten megnövekszik. Na, innen van a szerhasználat. Tehát nem csökken az én kép, de az energiaszint akkorára nő, hogy átmenetileg különböző hormonális, meg kémiai együttjátékok miatt boldog vagyok, utána ez kiürül, és erősebb az önkép, mint valaha, alacsonyabb az energiaszint, mint valaha, és akkor megevett a dínó teljesen. Tehát ez a függésnek egy olyan nyomorult, elképesztően kisemmizett változata, amikor az ember tényleg azt érzi, hogy nincs út. Út van, csak ő megállt. Hagyta, hogy a karmája megegye. Úgyhogy ezért kell nagyon vigyázni arra, hogy mindig megmaradj abban a felelős és szabad pozícióban, amely látja a saját teremtését, megtartja azt, ami kell, és meri eltörölni azt, ami nem kell. És így tisztul. Ha nem, akkor pusztul.
Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A mulandósághoz kapcsolódóan lenne kérdésem, az merült fel bennem, hogy akkor mi az idő? Már elmúlt a válaszom. Köszönöm. Szívesen. Az idő Svájcban található. Az a válaszom jött rá, hogy amit az óra mutat, de ez olyan spontánnak tűnik. Nem elég? Végül is igen. Hát akkor. Egyéb kérdés? Én amikor elkezdtem a zent, úgy gondoltam, hogy majd segítek embereknek, és már csak olyannyira jó vagyok, de tényleg így genetikailag, hogy már csak egy kicsit kéne ezen polírozni, és akkor elérem a tökéletességet. És akkor úgy jártam a zennel ezzel a sok meditációval, hogy ahogy haladok szépen befelé az úton, megyek, így egyre sötétebbet látok, és így a pokol kutyái vannak kikövezve oda szépen, a kikötve az út szélére. Csak így tovább. És csak így állok, és nézem, na pont ez a probléma, így tovább, és akkor mit találok még, ha még ez csak meg van kötve? És még mit találok oda bent? Tehát nem azt érem el, hogy egyre több embernek tudok segíteni. Mi alkotja ezt a képet? Ez gyönyörű. Mi alkotja a képet? Aki jön hozzám, az nem tudja, hogy nagyobb problémám van, mint neki. Az teljesen normális, hogy az ember ilyeneket lát magában. És addig nyugodtan küldje el a hozzájövőket, amíg úgy érzi, hogy a problémája nagyobb, mint a megoldás. Nincs tanító probléma nélkül, csak a megoldásban esetleg többet ért el, mint a probléma teremtésben. Néha még ez sincs, csak rutin van. Tehát, hogy 30 évvel többet szántotta az orra az utat, és többször fölállt, mint ahányszor elesett. És ez a rutin segít. Tehát azért nagyon gyönyörű, amit mondasz, mert még ez is illúzió. Tehát amennyire konkrét és belül ez itt neked élményként megvan, hogy a pokolbeli út és a többi, ez annyira gyönyörű, amikor eltűnik. Amikor megjelenik, akkor is gyönyörű, de csak akkor, ha látod, hogy ezt az elmét teremtette, úgy, ahogy van. Ha nem, akkor ilyen kétségbe esetten objektívnak tűnik, hogy ez az én sorsom. Ez az a kényszerű önkép, amiben belezuhanok, és én már csak ez lehetek, most nem csak rólad van szó, hogy milyen determinisztikus európai szemléletre. Nem, kérem szépen, tessék ide nyugodtan visszatérni. Ha ez elég nagyot durran, akkor az összes képe eltűnik. Szívszútra. Nincs szín, hang, szag, íz, tapintás, tudatfolyamat. Semmilyen birodalma az összes tudati teremtménynek. Kuka. Úgy, ahogy van. Tehát, ha érzékelhető, belül vagy kívül, ha látható, hallható, elgondolható, érezhető, kimondható, akkor az nem az, amit keresünk. És nem valós. A saját teremtményünk egyéni, páros, családi vagy csoportos karmaként addig van meg, amíg energiát teszünk bele és információt. Az információ a hit, azaz az azonosulás. Az energia pedig minden, ami érzékszervi, gondolati, érzelmi. Úgyhogy tessék az azonosulás csapszegét kivenni belőle, úgy szétesik a berendezés. És ezért szoktunk rá kérdezni, mert a kérdés leválaszt. Tehát, hogy mi ez? Honnan jön? És a kérdés elkezdi kivonni a lényeget belőle, és úgy összeomlik, és porrá, hogy az hihetetlen. És amit elhiszel, az marad. És a módszer a meditáció, vagy... Tehát a gondolkodás, vagy a kérdés? Meditáció és gondolkodás azonos, vagy különböző? Bármit mondok, hiba. Nem. Nem. Pont azért, hogy az elmélet, itt a zen elmélet, amit hordozol, ne legyen alkalmazható, itt különböző. Mi van, hogyha én rosszul meditálok? Akkor észreveszem, és segítek neked kijavítani. Köszönöm. Szívesen. Tehát a gondolkodás az az elmének a spontán tevékenysége, szokás alapú, megszokott tevékenysége, azonosulás és kondicionálás alapú tevékenysége, és az, ami a meditációnak a kezdete és a vége, az, ahol nincs gondolkodás, ahol csak egy tiszta tükörszerű, nem mozduló tudat van. Látszólag a semmiből jönnek, és a semmibe térnek vissza a gondolatok, az érzelmek, a belső jövés és menés. Valójában ez nem semmi. Semmiből nem jön valami. Tehát
A meg nem nyilvánultból lesz a megnyilvánult, és a megnyilvánult újból a meg nem nyilvánultba megy vissza. Ezért a forma és az üresség játéka az nem a semmi és a valami. Ebben a világban, ahogy ezt látjuk, abszolút semmi nincs. Megpróbálták anyagilag is, mentálisan is. Nincs. Mindig van valami, ami vagy történik, vagy nem. Vagy megnyilvánul, vagy nem. És a meditációnak az az állapota, amikor a fogalomalkotó, megkülönböztető és emléket alkotó tudat, azért alkotó, mert a jövőre is emlékszünk. Ha ez szünetel, akkor térsz vissza a tiszta, tükörszerű, térszerű eredeti tudathoz, amely nem egyenlő az öt érzékszervi síkkal, a hatodik fogalomalkotó, hetedik megkülönböztető és nyolcadik emlékező tudatszinttel. De látja mindezt. És valahol ebből a lényegből táplálkozik mindegyik. Ha ez nem így lenne, akkor nem lehetne elérni a megszabadulást. De mivel jó páran elérték, és abból a nézőpontból, az önvaló nézőpontjából tanítanak, és azt élik, ezért látható és hallható, hogy elértek valamit, ami nem látható és nem hallható. Tehát a gondolkodás az a karmának a spontán megjelenése, az, amikor rájön az elme, hogy valami nagyobbat szolgál, mint önmaga, akkor a gondolkodás elvisz a nem tudható tapasztalatának a széléig. De csak odáig tud, mert utána a gondolattal nem lehet tovább menni. Értjük? A megértés, a gondolkodás, a fogalomalkotás, a rendszeralkotás, ez pont annyi, amennyi ahhoz kell, ha jó tanítóval, tanítással és közösséggel találkozol, hogy a nem gondolkodó, a nem tudható széléig, a nem kettősség tapasztalatának a széléig elvigyen. Mert egyébként el lehet kerülni, be lehet veszni a dzsungelba nagyon könnyen. Tehát a gondolatnak is van szerepe, csak ő szolgálónak, sokkal jobb, mint uralkodónak. Érzelmek ugyanez. Az érzelmek elvezethetnek az együttérzésig, vagy a gondolkodás elvezethet a nem dualisztikus bölcsességig. Az igazi együttérzés egyéválás alapú, és nem pusztán egy érzelmi pozitúra. Ahogy a praxis is tapasztalati alapú, és nem valamilyen rendszernek a kognitív szüredéke. Oké. Ahogy a helyes cselekvés is elvezethet a teljes éntelenségig és nem cselekvésig. A beszéd pedig, legyen az mantra vagy fogadalom, elvezethet a csendig, a térig. Úgyhogy nézd meg, hogy az elméd milyen irányban működik. Csak önmagát tételezi, csak egy újabb és újabb intellektuális réteget hoz létre, hogy abban gyönyörködjön. Ugye egy ismeretlen a probléma? Teljes mértékben. Nekem is, teljesen ismeretlen. Nem is tudom, miről van szó. Vagy pedig elvezet odáig, ami egyszerű, tiszta és mindenféle összetétel nélküli. Mindenféle kettősségtől mentes. És ez az elme számára, különösen az okosabbjának, eleinte hihetetlen, utána unalmas, aztán haszontalan, néha csalósnak tűnik, hogy nem vagyok én itt megvezetve egy kicsit? Ugye? Nem tudsz rá gombot varni. Nem tudsz belőle gyököt vonni. Nem tudsz a tetejére semmilyen sapkát tenni. De ha egyszer ráérzel és meghajolsz előtte, akkor egyé válsz vele, és akkor hirtelen a karmád elkezd a helyére kerülni, még a legkeményebb traumád is. Meglátod az okozatiság tükrében, hogy az miért, hogyan történt, hogyan teremtetted a saját részedet abban az eseményben. Ugye ez az út előre. És akkor akármivel van kikövezve, az egyszer csak a helyes irányba fordul. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A templomban meg tudom tartani ezt a nyugalmat, békét. És de igen? Hát akkor gyere ide, légy szíves és folytasd. Nekem nem mindig sikerül, tudod? Te hogy csinálod, hogy itt ebben a templomban meg tudod tartani a nyugalmat és a békét? Mert kint nagyon. Wow. Gyorsan változó a világ.
Igen. És az lenne a kérdésem, hogy kimegyek oda a gyorsan változó világban, milyen hiperszónikus sebessége változik, hogy tudom ott megtartani mindezt? Mi változik hiperszónikus sebességgel? Hát a környezet. Uh-huh. És nyugodtan mondhatod, hogy a saját karmád is, hiszen alkalmazkodunk a környezethez. Ami látja ezt, az változik? Hát hatással van rám. Amíg az elme nézőpontjait veszed alapul, a nézőpontok változnak, ahogy az elme változik. De hogyha innen tekinted, ebből a nem mozdulóból, akkor az nem változik, nem jön és nem megy. És az az érdekes, hogy az ember mindig is kereste önmagát, de ez az önmaga, ez még csak nem is emberi. Nem állati, nem ember fölötti, nem ember alatti, ez éppen ilyen. Nem lehet semmilyen nevetésformát érvényesen ráragasztani, nevezték ezt annyiszor, annyinak, és még fogják is. Ez az intellektus pótcselekvése. A kíváncsiságnak ez a megragadó mozdulat, hogy jaj, hát nevezzem már el valahogy, holott nem tudom, hogy micsoda, sőt, ez a micsoda, ez a nem tudom. De nem bírja ki az elme, hogy ne tudja. Az az alázat, hogyha úgy tapasztal, és úgy leborul, és úgy csinálja, hogy megbékél azzal, hogy nem tudja. Vimalakirti, a Buddha korának egy világi gyakorlója, egy kifejezést mondott, a teremtetlen türelmes elviselése. És mind a három alap kifejezésen óriási hangsúly van. Az, hogy teremtetlen, hogy ezt el kell tudni viselni, és nem ez a fáklyás menet a nirvánába. Ez hihetetlen, hogy miket raktálják a nyugatiakat ilyen buddhista tanítók, döbbenet. És a másik, hogy türelmes. Nem egyszer, nem többször, türelemmel, kész. Mindegy, hogy hányszor menték ki meg be ezen a kapun. Türelemmel viseld el a nem teremtett tapasztalatát. És hogyha ez megvan, akkor tudod meghaladni önmagadat, de ennek nincs külön iránya. Te nem ember fölötti leszel, vagy ember alatti. Valójában ettől leszel ember, de ezt ne hidd el nekem, gyakorolj, és majd érezd meg, hogy milyen emberi lényé válsz te a gyakorlatod által, amikor megfutod azt, hogy gyermekember, felnőtt ember, látó ember. Na most elneveztem megint csak, hogy legyen, mint gondolkodnod. Így. Köszönöm. Szívesen. Csulgá és a gólyok szók elhangoztak a korábbi dharma beszédeidben is. Erről beszélne egy kicsit meg, de ami hozzá kapcsolódik. De szép dolog. Hát a gólyok az az eltököltség, elhatározás, és az a fajta belső fogadalom, ami hát nem köthető semmilyen doktrínához, de mondjuk a zenem belül a kün gólyok, a nagyszerű elhatározás, az az, hogy eléred a felébredést és segítesz minden lénynek. Ennek a megtestesítője a négy bódhiszattva fogadalom. A simcsulgá az ugye két szerkezetből tevődik össze. Egyik a sim, a lélek, az egyén. A csulgá az szó szerint a csul az kifelé. A csulgá az az otthon elhagyása. Az otthon elhagyása Koreában a mai napig azt jelenti, hogy te szerzetes leszel, levágod a hajadat, szürke ruha, irány a tréning, először persze barna ruha, mint hengja, utána novícius, szürke ruha, barna gallérra, teljesen felavatott, szürke ruha, barna gallér nélkül. És a csulgá mai szemmel nézve ebben a fogyasztói társadalomban őrület. Tehát, hogy te miért mennél el az évszázadok időgépén visszafelé egy fapados, budika kis, teljesen átláthatatlan templomi rendszerbe, ahol te senki és semmi nem vagy egy-három éven keresztül, aztán tanulsz ilyen szútrákat, meg mantrákat, meg szertartásokat, és tényleg, ha utána te zenterembe kerülsz, akkor találkozol a tanítással, és még ott se pont azzal, hogy hogy érd el a megvilágosodást, hanem az, hogy hogyan viselkedjél, hogyan öltözködjél, hogyan egyél, aludjál, stb. Tehát rengeteg a forma. Ez a formalizálódás, ez egybevág a
szellemi utak elvallásosodásával. Tehát kifelé hívők vannak, befelé pedig formakövetők vannak. És ezért a csulgá, mint az otthon elhagyása, korábban egyre kevésbé népszerű. Én 28 éve végeztem el a koreai tréninget, előtte egy évvel tettem novicius fogadalmakat Amerikában, és akkor voltunk, mint noviciusok, egy tréningen 120-an, ebből 100-an fejeztük be, és ebből volt évente 2. A rákövetkező évben, de másfél évvel múlva összesen, mentünk a teljesen felavatott tréningre, a Bhikkhu tréningre, ott már csak évi 100-an voltunk, tehát ez így lefeleződött. Most odáig jutottak, hogy évente a novíciusok alig vannak 30-40-en. Tehát a 200-ból ennyi lett, a teljesen felavatottak pedig töredékén, 5-10. És ez mutatja, hogy ez egyre kevésbé népszerű, egyre kevésbé érzik azt az emberek, hogy ebből kreatív úton járó, érdemes életformát lehet teremteni. Ezért van a sim csulga. A sim az a szívben végrehajtott, de a külső formában nem végrehajtott otthon elhagyás. Az otthon elhagyása az, amit a Buddha csinált, hogy kilépsz a társadalomnak a meghatározó keretei közül, a templomban egy olyan gyakorlatot folytatsz hajjal és egyébbel együtt, amely tényleg a felébredéshez vezet, de bármikor visszatérhetsz a világ életbe, hogyha az adott időnek, amit vállaltál, vége van. És ezt még egy páran megcsinálják. Nyugaton ennek sokkal nagyobb népszerűsége van, bár magát, a formát én nem szoktam népszerűsíteni. Mindig azt mondom, hogy ha szeretnél gyakorolni, akkor azt az adott formában megteheted, amiben vagy, csak az életednek a fontosságait picit rendezd át. Tehát, hogy több időt tölts a templomban, több időt tölts gyakorlással, és ez a sim csulgáig elvezethet, de ahogy keleten is, így nyugaton nálam is, hogy mások hogy csinálják a környéken, ezt nem tudom, de hogyha valaki tartósan be akar költözni a templomba, és ezt a sim csulgát szeretné, akkor viszont a családjával elbeszélgetek, hogy valamilyen megértés, egyetértés legyen ez ügyben. Ez fontos. És a tanítványaim eddig is, ha szerzetesek, szerzetesnők akartak lenni, egy-egy volt így, akit elkísértem ezen az úton, segítettem, ameddig lehetett, mind a két esetben a családjuk engedélyt adott erre. Az esetedben is elbeszélgettem a szüleiddel, hogy több időt tölthess itt, és ne aggódjanak, hogy Úristen, a lányunkkal mi történt. Tehát itt, akármennyire is kulturálisan ez egy új paradigma, a léleknek egy olyan útját járjuk a tudatosodással, a felébredéssel, ami több évezredes. Az, hogy ezt milyen eszközrendszerrel csináljuk, ez idő és hozzászokás kérdése. Úgyhogy a sim csulga az a lélekben végrehajtott otthon elhagyás. A wolyok pedig a nagyszerű fogadalom, vagy eltökéltség. Nagyon szívesen. Amit láthattok a kérdés némi ellenpontjaként, az az, amikor ugye a templom otthonává lesz valakiknek, vagy valakinek. Otthonává lehet úgy, hogy itt él párkapcsolatban, vagy éppen családot alapít a templomi közösségen belül. Most ez az, ami nagyrészt az ázsiai kereteket szétfeszíti, bár vannak nősrendek, és én is egy ilyen nősrendnek vagyok a tagja. Nagyon szélesre tárt tudat, egyben nagyon komoly eltökéltség és iránytartás kell ahhoz, hogy egyikünk se ítélje meg a másikat azért, amilyen választásokat tett. Hogy azt választott, hogy együtt él valakivel, vagy nem él együtt valakivel. Hogy gyermeket hoz a világra, vagy sem. Hogy egyet, vagy többet. Itt, ami tényleg számít, hogy gyakorolsz, vagy sem. Törekszel a felébredésre, és segítesz másokat, vagy sem. Önző, vagy önzetlen módon élsz. Ragaszkodsz a karmádhoz, vagy sem. Tehát ezek azok, amik számítanak, és ezért sem erőltette Sung San Zen mester azt, hogy a tanítványai szerzetesek legyenek,
De hogyha valaki az akart lenni, akkor megmondta, hogy ezt most könnyen vagy nehezen fogod megtenni. Volt olyan szerzetes, akinek 100 napos elvonulást adott, mielőtt azt mondta, hogy levághatja a haját és fogadalmat tehát. Volt olyan, akivel negyed órás beszélgetés után azt mondta, hogy jó, nyugodtan csináld meg. Ő a bódhiszattva tudatban hitt, úgyhogy a saját életformáját maximális erőfeszítéssel és iránytartással élte. Tehát a bódhiszattva tudat az a világban megjelenő, másoknak önzetlenül segítő, megvilágosodásra törekvő lény. Ez mindenkinek a lehetőségei közé tartozik. Ez belül dől el. Mindenkinél belül dől el. A 20. század annyira felforgatta az addigi világrendet, annyira tövestül kezdte kitépni a hagyomány gyökereit Ázsiában, és szép lassan szórni a vetőmagot itt Európa-Amerika környékén, hogy azok a mesterek, akik tényleg meghaladták saját kultúrájukat, karmájukat, tanulmányaikat, gyakorlati formáikat, azok látták, hogy ha a tan túl akarja élni az elkövetkezendő 50-100 évet, akkor itt nyugaton teljesen másképp kell kezelni a formákat és a formahűséget. És ezért kell a belső utat ennyire hangsúlyozni, a bodhisattva felfogást ennyire hangsúlyozni, mert ez az, amely minden életformának lehet a sajátja, mert a változás nem külső, nem egzisztenciális, hanem belső és mentális. Azt te döntöd el teljesen, hogy te szeretnél egy magasabb tudatszinten, világosabb elmével, együttérzőbb szívvel létezni. Csak te döntöd el. És ehhez se hajviseletet, se élőhelyet, se étrendet, se nyelvhasználatot nem kell megváltoztatnod. Magadat kell megváltoztatnod. A karmádat kell megváltoztatnod. És már nincs az, nekünk szerencsére lehetséges volt Ázsiában, és még mindig vannak nagy tanítók, ott csak lámpással kell keresni. Úgyhogy mindenki szépen fogja fel, hogy miért van itt, és miért csinálja a gyakorlatot, mert senkinek nem tesz ezzel szívességet. Még magadat sem szolgálod ezzel. Főleg azt az önképet nem szolgálod, amelyiknek a tökéletlenségéről már szereztél tapasztalatokat. Tehát azt szolgáljuk, hogy egy felébredettebb tudattal segítsünk másoknak és magunknak kijutni a szenvedésből. Ez a bódhiszattva út. Egyéb kérdés? A minap egy halotti szertartáson vettünk részt. Én másodjára vagyok itt ilyen bentalvós elvonuláson, és másodjára vettem részt halotti szertartáson. Jó karma. Mind a két alkalommal a hátsó sorban bújtam meg. Nagyon kíváncsi voltam a mai halotti szertartás. Elég borbidul hangzik, hogy kíváncsi, mert na mindegy. A lényeg, hogy az első szertartáson az egy olyan fél éve lehetett körülbelül. Könnyeztem. És most is. És legfőképpen akkor, amikor a papírra írt név, az valami, nem tudom megmondani, hogy mi. Tehát nagyon érdekes, mert visszagondolok gyerekkoromban a nagypapám temetésén nem sírtam. És most hátul küzdelem kellett az érzelmeimmel, hogy ne bőgjek, mint egy csecsemő, annak ellenére, hogy nem ismertem azt a lelket, aki eltávozott közülünk, és a hozzátartozóit sem ismertem. Az egyik kérdésem az, hogy ez hogy lehetséges, és ez micsoda? Jó. Ez úgy lehetséges, hogy normális vagy. És micsoda? Ez együttérzés. Vele együtt egy kicsit te is meghalsz. És mi mindannyian. És átéljük azt, ami bennünk múlandó, az el fog múlni. És ezáltal egy kicsit visszatérünk ahhoz, ami egyszerű és tiszta, és nem jön és megy, és nincs kitéve a múlandóságnak. Amikor ebbe belelát az ember,
az a legtermészetesebb, hogy itt belül valami megremeg, és elkezd sírni, vagy olyasféle átélése van, ami az én falát így lebontja egy pillanat alatt. Lehet, hogy egy rövid időre csak. De hogyha az élet és halál küszöbén, nézzünk, hogy egy gyerek születik, akkor az örömtől van ez. Tehát egyszerűen egy elképesztő érzés egy gyermeket, főleg a sajátodat ugye így a karodban tartani, és ez soha nem fog elmúlni, és rájössz, hogy ebben a pillanatban belépett valaki az életbe. És amikor ezt éled át, amiről beszélsz, akkor átéljük az, hogy amikor valaki kilép az életből, és mindegyik lebontja annak az énnek a falát, amelyik bizony az életben fokozatosan alakul ki, és hogy a halál felé megyünk, fokozatosan szépen vékonyodik el. És utána pedig eltűnik, és ezzel együtt az a lény is, aki hordozta. Az igazi az, amikor a meditáció által ez már korábban az életben megtörténik. Nem az élet elején vagy végén, hanem amikor tényleg cselekvőképesek vagyunk, és az én fal nagyon erős lehetne, akkor valamilyen indítatásból szépen lebontjuk. Szándékosan az egónak a falát így vízszintesbe elrendezed a függőleges helyett, és nagyon-nagyon komoly az, hogy ekkor szűnik meg a halálfélelem és az életfélelem is. Tehát amikor az énség falát mered lebontani, akkor tényleg, ha ez megszűnt, a dualitás, a leválasztottság a világról, a távolodás a lényektől, az önkép és az önvaló összetévesztése, amikor ez megszűnik, akkor a halálfélelem és az életfélelem is megszűnik. És ezért van ez az átélés. Teljesen természetes. Én azon döbbenek meg, hogy nekem 23 év tanítás és ilyen szertartás tartás után sincs meg az, szerencsére, hogy mint egy fadarab végig csinálom, mert már a 200. Ez egy olyan előadás, hogy mindig átéled. Mindig. És ez a jó, ez a normális. És mielőtt megkérdezed, hogy lehet ezt kibírni, mondom, ezt csak így lehet kibírni. És ettől energiát kapsz, nem veszítesz, csak úgy mondom. Az univerzum végtelenre van töltve, észrevetted? Csak ez véges. Következő. A tapasztalatom szerint nálam legalábbis két dínó jön fel. Amikor engem bántottak, vagy amikor én bántottam másokat. Ez két fő dínó, ez így van. Amikor ha csak engem bántottak, akkor azt tudom kezelni, mert látom nagyjából az okokat. Általában pont az az ok, amikor én ugyanúgy bántottak engem, hogy én bántottam másokat valaha. Ez így teljesen működik, az ember el tudja fogadni, és azt mondja, hogy oké, ezt totálisan megérdemeltem. Talán még többet is érdemeltem volna. Viszont azzal nem tudok mit kezdeni, amikor az jön fel, hogy én bántottam másokat. Uh-huh. Hát valahányszor elkezdene kipakulni az emlék, kipakulni a lelkiismeret furdalás, föltámad a bűntudat, hogy vajon ez nem kegyetlensége részemről. Hogy valahányszor akkor rálátnék, és azt mondom, hogy oké, ez volt, ez elmúlt, és megváltoztam, és nagyon megváltoztam, és tanultam belőle. Attól függetlenül egy olyan gyötrű lelkiismeret furdalás van az emberben, hogy úgy érzi, hogyha elengedné és feldolgozná, akkor azzal tulajdonképpen rosszat csinálna. Ne legyél ennyire kötelességtudó, mert tényleg átmegy bűntudatba. Az önfelmentésre azért nincs lehetőség, tehát nincs ez a veszély, amiről beszélsz, mert a ciklikus egzisztenciának a törvényei szerint ami megmaradt karmaként, mert benne van valamilyen énség, az újra szembe jön. Ez a bumeráng hasonlat, amit már többször hallhattatok. Ezt akkor nem szoktuk észrevenni, amikor a bumerángnak a pályaideje olyan hosszú, hogy egy következő életben kapod vissza. Ha észreveszed, hogy vissza fogod kapni, akkor te nem aggódsz el, mert hogy úristen, most feldolgoztam egy karmát, és akkor ezáltal nem bűnhődtem meg. Amiben még van energia, mert a másik úgy emlékszik, hogy pont, te azt megbántad, de ő nem bocsátott meg. Akkor az elkezd ismét érni téged, de egy régi énképedet, és ha te megváltoztál, és már ugyanazt nem lennél hajlandó elkövetni, akkor így mellé megy. Egy árnyékra megy, amit ő még hisz rólad. Abba az énségbe megy. Ha pedig te erről leválasztottál,
újra alakultál, megváltoztál, akkor ez téged nem fog sérteni, sőt, bűntudatot sem fog kelteni. Együttérzést a másik ember iránt, aki nem hajlandó a változást figyelembe venni és megbocsátani, és nem többet. Tehát a ciklikus egzisztencia az azt jelenti, hogy a közepén ott van minden, ami teremti. Ez három nagy faktor. Az egyik a téves nézetek, ez a kígyó, a másik a dű, a kakas, a harmadik a kabzsiság, a disznó. És a tibeti kálacsakrának a közepén pont ez a három lény van, és a hat keletkezett világ így szektorban végig. Tehát ez azért érdekes, mert ez gyakorlatilag a lélek, akármilyen szinten nézed, egy egyéni, páros, családi vagy csoportos, a lélek kvantumfizikája, hogy ez a három alap mozdulat van. Tehát egy téves nézet az önképről, és itt van a relevancia ahhoz, amit kérdeztél. Egy téves önkép van már ő benne rólad, hiszen változtál. És innentől kezdve az ő dühe, az ő kabzsisága, hogy neki még mindig kell valami, ő még mindig meg akar torolni valamit, az már egy illúzióba kapaszkodik. És ezért kell az együttérzés, hogy egy, te ne válj újra elkövetővé, mert ő ezt nagyon szeretné, és akkor van bűntudat, de áldozattá se válj, mert akkor alárendeled magad az ő karmájának, ezáltal őt elkövetővé teszed. Értjük? Tehát ilyenkor azért kell ez a nagyon komoly megalapozás, hogy se elkövető, se áldozat ne legyél. Tehát ezt a játékot nem játsszuk. Miért? Mert nincs vége. Ha kialakul az elkövető és áldozat dualitása, ez a poláris ellentét is szépen kering egymás körül, ilyen nagyon-nagyon csúnya pályán. Egy kicsit bonyolultabb a dolog. Tudnélik, nekem nem, ez nem egyetlen párkapcsolati, hanem inkább régebben történt dolgok. Amikkel nekem már nincsen személyes kapcsolatom adott személyekkel, akiket én bántottam esetleg, sőt, akiket én bántottam, viszont tehát nem ők nem bocsátanak meg, hanem én nem bocsátok meg magamnak. Érdekes, mert nem mondtam, hogy ez párkapcsolati karma lenne. Általában arra gondol az ember, az az igazság. De én általában nem szoktam. Én nagyon konkrétan szoktam. Ezt az engem ismerők általában tudják. De tehát, hogyha nem vagyok már kapcsolatban sok-sok éve, tehát ez egy nagyon régi sztorik, de ettől függetlenül, tehát nekem nincs szükségem a megbocsátásukra, hiszen nem adják vissza, nem... Ó, dehogy nem. Hát, hogyha az önbüntetést meg szeretnéd szüntetni, az a megbocsátás nem lenne valami jó gyógyszer erre? De, igen. Hát akkor leegyszerűsítjük az egyenletet. Bocsánatot kell kérni, és kész. És ha már nem tudod megtenni? De meg tudod tenni itt belül. Mert az ő képe él benned, ha ő nincs testben, vagy 8000 kilométerre van, érted? Teljesen mindegy, hogy a formavilágban ő hol van, és a benned élő lénytől, akit megsértettél, tessék szíves bocsánatot kérni, olyan tisztító és gyógyító, hogy az valami hihetetlen. Bármilyen relációról legyen szó, bármilyen kapcsolat. Megtörtént, és enyhült is a dolog. Tehát ez tény, hogy ez tényleg sokat De te ezt nem akarod, inkább bűnhődni szeretnél. Igen. Nem én, hanem valami belül azt mondja, hogy attól függetlenül, hogy bocsánatot kértél, attól függetlenül, hogy teljesen megváltoztál, attól függetlenül nem érdemled meg azt, hogy ezt elfelejtsd, vagy hogy feldolgozd. Gyerekeid vannak? Persze. Hány? Kettő. Szeretnéd, hogy mazohisták legyenek? Abszolút nem, de nagyon távol áll azért tőlük. Remélem. Nagyon-nagyon. Ugyanis ez, amit mondtál, az az önbüntetés, az önkínzás, mazohizmus, ez bármilyen pillanatban, ha egy hasonló karma őket darabokra töri, előjöhet. Tehát az önbüntetést azt azért vedd ki magadból, hogy a gyerekek ne vigyék tovább. Ez jó motiváció. Örülök, hogy segíthetek. Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudhatom, hogy a tudatom elég tiszta ahhoz, hogy már meghozzak egy elég fajsúlyos döntést, vagy még ne döntsek, és egyszerűen csak ezerrel dolgozzak a karmámon, mert igazából mindegyik lehet egy illúzió. Uh-huh. Használsz-e navigációs szoftvert a vezetéshez? Igen. Akkor ennek a példájából, ugye kicsit kiindulva, ha látod, hogy a navi tényleg kijelölte a célt, ahova szeretnél menni. Ha követhető az útvonal,
és körülnéztél, és minden rendben van, nincs például keresztbe dőlt fa az úton, akkor mehetsz. Magyarul a döntésednek az okozati viszonyait elég jól érdemes megismerni. Ami megismerhető belőle, azt meg kell ismerni. Ami meg nem, arról tudni kell, hogy ezt most nem ismerhetem meg, viszont a megismerhető alapján hozok egy döntést, és viszem, csinálom. És nem reménykedek, hanem alakítok. Nem pusztán bízok, hanem formálok. Oké? Köszönöm. Szívesen. Megpiszkált ez az ezoterikus párkapcsolat kérdés, mert az eddigi példáim alapján például én több helyen megfordultam, és amikor Shiva összetalálkozott Szítával, hazamentek, tehát addig Shiva is jó haverom volt, 2 év eltelt, majd jaj, nagyon jó a csoport, nagyon jó a tanítás, majd Szíta kilépett a csoportból, Shiva kilépett a csoportból, aztán Szíta Visnuval jött össze. Tehát hol van itt a szándék tisztasága? Tehát itt honnan tudjuk azt, hogy akkor most a tanulásból indult az egész, vagy csak egy olyan ezoterikus párkeresési törekvés van, miből derül ki, hogy az most egy őszinte dolog, de azt sajnálom, ugyan, hogy Shiva kiesett a pixisből. Mások karmájára te milyen hatással vagy? Másokéra én nem hiszem. Akkor miért probléma neked Sita, Shiva és Vishnu kapcsolati karmája? Mert arra a tanításra és arra a közösségre én szerintem a viselkedés az megbomlasztja. Engem ez, engem téged ez bánt. Téged is megbomlaszt? Igen. Miért hagyod? Mert szerettem volna, hogy ha az az ág működik, mert a tanítás maga jó volt. Ez a tanítás külön választható ezektől az egyénektől? Hát mivel egy csoport voltunk, nem hiszem, hogy külön választható lenne. Biztos? Akkor nem szeretem a matekot, mert nem szeretem a tanárt? Tudom, hogy illúziót rombolok, de szét kell választani a személyes karmát, a hordozót, attól a lényektől, amit hordozott, mert mindannyian a bevezetőben hallott 3 minőség birtokosai vagyunk. Tehát a tökéletlenségre szeretnék itt utalni, és így a mulandóságra is, azért, hogy a feltételez kötöttség ne legyen ennyire szorító. Ugyanis amíg az általad gyönyörű istennévvel jelölt személyek, akik földi létezők, tudják hordozni a tant, és tudnak másokat tanítani, mert a saját karmájuk nem csapta őket agyon, addig számodra útjelzők. Mihelyt nem, nyugodtan engedd el őket. Tartsd meg a tant, a dharmát, és engedd el a hordozót, a karmát. Ugye nem az ilyen vastag, meszes kagylóhéjakat fűzzük láncra és tesszük a nyakunkba, hanem a gyöngyöt. És ez nagyon fontos, hogy ne függjön az egész a személytől, de amíg a személy tisztelhető, mert a tant hordozza, ezt tiszteljük benne, ha ilyen dharmikus a kapcsolat. De kívülről sem az ő karmájukat nem lehet megjavítani, sem pedig megengedni azt, hogy az ő rossz karmájuk a te integritásodat, hitedet szétüsse. Hogyha mások hibája miatt én a dharmában csalódni akartam volna, léptenyomon megtehettem volna. De azért döntöttem, hogy az emberi hibák nem fognak erre az érzésre hatást gyakorolni, mert én szerettem volna haladni az úton, és nem engedtem, hogy mások karmája akadályt csináljon nekem, azaz én teremtsek az ítéletalkotáson megkülönböztetésem miatt olyan akadályt, amiben beleakadok, és azt mondja, hogy miattad nem fogok gyakorolni. Miattad nem, mert te ilyen vagy. Tehát nem szabad a hordozó karmáját összecserélni a dharmával, még a tanítónál sem. A tanítónál el kell döntened, hogy számodra hiteles vagy sem. Ha nem hiteles, hagyd ott. És egy aprócskára azért rákérdeznék. Azt mondtad, tanulási folyamat. A megvilágosodás tanulható? Hát inkább megtapasztalható, mint tanulható, nem? Így van, és inkább a felejtéssel, vagy inkább a tudattartalmakhoz való ragaszkodás elengedésével párosítható. Nem fog elromolni a memóriád? Ne aggódj!
Nem úgy fogsz emlékezni, hogy állandóan itt a múlt itten az árnyaival ott dinócskázik a te privát Jurassic Parkodban, tehát nem ez van. De amennyire érzem a szeretetet és az együttérzést belőled, annyira óvlak attól, hogy elvárásokat támasz együttérzés alapon, vagy szeretet alapon. Te elvárt, hogy mások is ugyanolyan korrektek legyenek. Igen. Pontosan erről van szó. Mert akkor nem tudsz haladni az úton, mások egójának a kamionja elzárja a te kis szerény topolinódnak az útját, és 20 tonnányi karmikus teher 800 kg önsúllyal ott szembenéz. És te ott ülsz a kis másoknak a kamionjait keresztbe állt a szuperstrádán, holott lett volna... Pontosan ezt éreztem. Igen, na ezt ne hagyd. Ilyenkor leterelem magam erről a strádáról, kicsikét más ösvényen, és utána visszakanyarodok rá. Nem hagyhatod, hogy mások karmája eltérítse. Miért? Vannak olyan állatfajták, akik pont azért csatlakoznak szangákhoz, hogy mások útját ellehetetlenítsék. Van egy ilyen, persze. Van egy ilyen állatfaj is. Meg van vírusíró is, aki abban leli örömét, hogy rendszereket tönkretesz. Más emberek abban lelik örömüket, hogy adott naív és jóhiszemű gyakorlókat pont az együttérzésükön és következetességükön keresztül ellehetetlenítsenek, és ne haladjanak az úton, mert akkor ők nyertek. Akkor az ő karmájuk kamionszerűen erősebb volt, mint a te kis négykereküd. Tehát a saját együttérzésed ne legyen akadály, ne legyen sebezhetőség. Azt nem mondtam, hogy ne legyen, csak ne legyél manipulálható ezen keresztül. Ez a felnőtt műfaj. Igen. Köszönöm. Szívesen. Szinte mindegy, hogy milyen elvonulásra megyek. Ezek a dínók mindig megjelennek, és nagyon meg tudják keseríteni a gyakorlásomat, és hát ez most nincsen másképp. Te édesen szeretnél gyakorolni? Igen, jó lenne. Mert akkor a dínók meg fogják keseríteni. Tehát miért nem leszel dínó lovas? És akkor a dínók pont azt csinálják, ami neked a lovas dinó szerephez kell. Ez lenne a kérdésem, hogy hogy húzom ki azt a csapszeget, amit említettél, az azonosulást. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Ugyanis húzom vissza a figyelmet, és igyekszem követni ezt a... Ilyenkor a csend, illetve a hangfigyelés, tehát térés hangfigyelés, az nem működik. Túl erős a dinó. Tehát vagy az van, hogy mantrával elkezded egy kicsikét azt a karmát oldani, vagy pedig a kérdéssel rálátsz, a mi ez, honnan jön kérdéssel, kiépítesz egy távolságot, de megtartod a kapcsolatot. Ezt is. Akkor előbb-utóbb a saját jelenléted az erősebb lesz, mint a karmának a mozgása. Ekkor érezted, hogy rátetted a kantárt, ezt a képzeletbeli kantárt, mert nem követed, hanem a figyelmeddel irányítod. Ez a 10 bika történetben az, amikor hosszas küzdelem után fuvolázva ül a bikának a hátán, a kötél az csak rá van tekerve a nyakára, és az ember, aki a bika hátán ül, csak zenével. Ez gyönyörű. Tehát ez nem is a második, harmadik kép, hanem legalább a negyedik, de lehet, hogy az ötödik. De olyan elképesztő küzdelem van a dinóval, hogy az valami hihetetlen. Mégis szükség van rá. Miért? Mert az energiádat abba tetted bele. Tehát itt látható, hogy milyen elképesztő energiaforrás ez a sok-sok dualitás meg érzékszervi tartalom, ami hogyha nem gondozod, akkor dínó, ha gondozod, akkor hátasló. Itt nyugaton Szent György, ugye ő a sárkányölő, és ledöfi a sárkányt, mert ugye az az ördög szimbóluma, vagy a szenvedélyek, vagy a zabolázatlan vágyak szimbóluma, és ezzel az energiaforrástól nem csak, hogy megfosztja az embert, hanem a tudattalan legsötétebb mélységeibe küldi az egyébként emberi energiákat, és ezáltal elemberteleníti. És ezért kell tudomásul venni, igen, a dinót te tenyésztetted. Te nevelted ki a kis tojásból. Te feledkeztél el róla. Te hagytad, hogy eltűnjön a bozótban. Akkor miért lepődsz meg, hogy egyszer csak előjön a bokorból, azt le akarja harapni a kis fejedet? Tehát tessék tudomásul venni, hogy igen, a dínón rajta van az új lenyomatod. És visszaülni a hátára, ezáltal a felelősséget válasz. Érdekes, hogy a felelősségvállalás az elvezet a
karma irányíthatóságáig, csak itt van egy kulcsmozzanat, amivel az előbbi motivációt kifejezte, hogy nem magadért. És akkor már működik. Én úgy gondolom, hogy a kantár az rajta van, viszont nagyon rángat. Ha úgy értetted a kantárt, hogy látjuk azt, ami megjelenik bennünk, és van egy távolság tőle. Akkor... A jelenlét, a kapcsolat, a teremtettség látása és a saját teremtő pozíciót felvétele, ez mind a kantárnak a szövete vagy kötélzete. Két választásod van, vagy kicsikét így megsarkantyúzod a dínót, és elkezd gyorsabban menni kifelé a bozótból, vagy meg fog enni. Tehát látni kell, hogy a dínó miből van összerakva. Cselekedet, beszéd, érzelmek, gondolat. És hogyha a kantár megfelelő helyen van, akkor ezt a négy alkotóelemet megfelelő irányba tudod állítani. Ekkor a dínó azt csinálja, amit kell. Nem teljesen értem, mit kéne csinálnom. Semmit. Ezt azért mondtam, hogy a jelenlétből, a rálátásból az adott pillanatban legyen megfelelő döntés, most nem kell csinálnod semmit. Előre sem kell gondolnod semmit. Csak tartsd a kezed a pillanat kantárján. Semmi több. Ezt kell tudni. Miért? Az egyetlen egy esélye a dinónak, hogy megegyen, hogyha ledob a hátáról. Ha föladod. Ha elcsüggedsz, ha bármiféle, nekem ez úgyse fog menni, amikor vereséget mérsz magadra, ekkor megesz a dínó. Minden más, ami a jelenlétet megtartja, ami a teremtő-teremtett viszonyt megtartja, ami az önzetlen segítség felébredés motivációját megtartja, ez kell. Semmi több. És akkor egyszer csak kitalálsz a bozótból vele. A dínóval semmi baj, veled van a baj. Elfelejtetted a kapcsolatodat vele. Oké? Okay. Tehát akkor gyakorlás jelenlét pont. Pont. És akkor elindul a lélek öntisztulása, elindul a karma tudatosítása, elindul a teremtő helyretétele. Így. Tessék nyugodtan metszeni a karmát és az illúziót levenni róla. Oké? Okay? Nem olyan régen beszélgettem valakivel, és így a bódhiszattva tudatról, vagy egyáltalán, hogy milyenek a bódhiszattvák, és ő azt mondta, hogy ez mindig kedves. És azt látom sokszor, hogy az emberekben tényleg él egy ilyen kép, de valójában miről ismered fel a bódhiszattva tudatot, és annak milyen formái lehetnek? A kezdő bódhiszattva tényleg kedves. Aztán rájön, hogy néha ezzel nem ér el eredményt. Tehát amit mondtam, hogy a világban megjelenő, önzetlenül segítő, megvilágosult, vagy arra törekvő lény. Tehát például arról ismered föl, hogy kedves vagy sem, de kevesebb szenvedést teremt, vagy enged teremteni magának, mint a többi ember, aki mondjuk nem rendelkezik erős és tiszta tudattal. Tehát az, hogy te nem szenvedsz és nem szenvedtetsz, az például egy bódhiszattva jellemvonás. Például egy bódhiszattvával nagyon nehéz összeveszni. Vitatkozni lehet? Az, hogy elveszítjük az indulatunkat, elveszítjük a jelenlétünket, és így állatmondon üvöltözünk egymással, azt egy bódhiszattvával nagyon nehéz megcsinálni, mert például az érzelmi tudatossága van olyan szinten, hogy a nyomógombjait ne lehessen olyan könnyen benyomni, magyarul provokálni, olyan helyzetbe hozni, azt kicsalni belőle, amit ő nem akar. Mert ezáltal elvesztené bódhiszattvaságát. Úgyhogy vannak nagyon szép jellemvonások. A kedvesség csak addig, szerintem, ameddig ezt más valaki, mondjuk vele szemben álló, nem érti félre gyengeségnek, vagy manipulálhatóságnak, vagy hiszékenységnek. Mert a kedvességet nagyon sokszor ezzel össze tudjuk téveszteni. És akkor a bódhiszattva kicsikét szvíder lesz, leveti ezt a kedvességet, és egy másik arcát mutatja, miért? Mert ő néha jobban látja, mint a vele szemben lévő saját magában, hogy tényleg mire hallgat. És
az egy nagyon komoly tanítás, hogy mindegy, hogy angyal vagy démon szerinted, aki visszahoz a pillanatba, az a tanítód. Hogy egy bódhiszattva kedves vagy zord, teljesen mindegy. De visszahoz a pillanatba, és segít felébredni a saját magad által keltett illúzióból. Hogy ez a mi munkánk, és nem is kevés. Szívesen. Ott? Néha előfordul az, hogy nem tudom a tantienre levinni a fókuszt, hanem mintha megakadna itt a mellkasomnál. Mintha ott lenne a fókusz, és nem tudom levinni. Amikor leviszem, akkor pedig mellkasi fájdalmaim vannak. Hogy ez elfolytott mitől érzelmi karma, és a mantra pedig veri az asztalt. Tehát ilyenkor több leborulás kell, és akkor ez az energiakör szépen elkezd keringeni, tisztulni, és akkor a mantra már nem fog fájni ennyire. Jelenleg az van, hogy beleütközik a mantrának a tiszta, gyors hegyi patakja egy óriási karma kupacba a patak közepén. És elkezdi mosni, elkezdi törni a hullámot rajta. És ezt érzed. Tehát amikor azt mondjuk, hogy csakra, az azt jelenti, hogy a kör, a csakra belsejében más minőség van, mint a körvonalon kívül. Tehát például a szívcsakra az nagyrészt érzelmeket tart a körben, homlokcsakra nagyrészt gondolatokat tart a körben, és a többi. Most amikor elkezdesz gyakorolni, akkor a felhalmozott karma az adott csakrákban elkezd remegni, elkezd fájni, elkezd égni, elkezd egy csomó mindent csinálni, mert a dharmának a tiszta vize elkezdi mosni kifelé. És ezt a folyamatot lehet, sőt kell is vezérelni éber világos tudattal, és egy olyan gyakorlattal, amelyik ezt viszonylag gyorsan lemossa. És így a megtisztulás élménye az egyrészt elviselhető, másrészt konkrét, tehát hogy jól nyomon követhető. Ezért kell leborulni a mantrázás mellé, és visszatérve a szerzetesi egzisztenciára, kezdetben azért jó senkinek és semminek lenni, keveset aludni, keveset enni, mert van időd gyakorolni, még nem vagy tényleg semmilyen pozícióban, csak ez a kéz és láb, tedd ide és el se vedd, készítsd elő az oltárt, nem kell gondolkodnod, megvan a ruhád, megvan az ételed, megvan minden, ami kell, de gyakorolsz, mint a kisangyal, mint a bódhiszatva, a bódhiszatvadikon. Gyakorolsz, oszt, kész. És ekkor ez a karma nagyon gyorsan lemegy. Ezért jó ez. Képzeld el, hogyha ez nem lenne, és eltelik, mint tudom én, 5 év, már teljesen biksu vagy biksuni, és akkor egyszer csak beül a zenterembe, és akkor jönnek a dínók, akkor jön az önbüntetés, akkor jön az önfelszabad. Mindenféle kényszerképzet jön, mert még nem szabadult meg tőle. És ezért, amit tapasztalsz így a gyakorlatnak ezen fázisában, ennyi gyakorlati idő után, ez teljesen törvényszerű. Ez teljesen rendben van, de kell tenni azért, hogy ezt meghalad, kitisztítsd. A leborulás tényleg olyan, mint a karma jegének az összetörése, a mantra, mint a jeges víz felfűtése, felforralása, és az ülés olyan, mint a felhők elfúvása a szellő által. A háromféle gyakorlat megkülönböztetése és hatása azért fontos, mert szellővel a jéghegyet te soha nem fogod megolvasztani. Oké? Kalapáccsal a jeges vizet már nem törheted tovább. Oké? Ezért kell ezt a gyakorlatot elvégezni. Amikor korábban szerzetes társaimmal beszéltem koreaiakkal, és megkérdezték, hogy na milyen gyakorlatot csináltok itt nyugaton, érdekelte őket. Tanítani azt nem jönnek, de szeretnék tudni, hogy itt mi van. Azért nem jönnek tanítani, mert itt nincsenek koreai támogatók, érted? Tehát ez teljesen más, tök jó fejek, de hogyha nincs koreai támogató, ez kész, mint hogyha a televényből kivetted volna a palántát. Tehát mi lesz velem? Elmondtam nekik, hogy mit csinálunk, és azt mondták, hogy ők ezt nem tudják elképzelni. Mondom, nyugodtan képzeld el, világiak gyakorolnak 99,99%-ban, és ők nem tudnak 1-3-5 évre olyan szisztematikus gyakorlatot és életformát magukhoz rendelni, mint ti.
Tehát nincs hengdzsai idő, nincs novícius idő, nincs külön felavatott idő. Te itt vagy, és max. 90 nap múlva visszamész. Most egy hétvége után visszamész. Ha nem kapod meg a csomagot, amivel gyakorolhatsz, akkor egy ilyen motorja vesztett repülőgéphez hasonlít az egész. Tehát teljesen más a felfogás itthon, és ezért a módszert ide kellett igazítani, hogy így is működjön. Amit az előbb mondtam a 20. századról és a felfordulásról, ez pontosan a gyökere ennek. Tehát egyszerre kell megtanítanom mindent. És egyszerre kell a leborulást, mantrát és ülést egy huzamban szépen egy ívre fölfűzve gyakorolni, mert nem megy másképp. Nincs az, hogy hát akkor boruljál és mantrázzál két évig, majd visszajössz, és akkor megtanítom neked az ülő meditációt. Nem sokan jönnétek vissza. Úgyhogy így szépen tegyük a dolgunkat. Nem ijedünk meg egyetlen dínócskától sem. Látjuk, hogy a karmát azt mi teremtjük, mi tartjuk fönt, és mi tisztítjuk. Ha nem, akkor az a karma pusztít el minket. Csak idéglenesen, mert az egész emberi lény olyan, mint a főnix madár az oltáron. De hányszor kell elhamvadnod ahhoz, hogy megértsd, hogy nem kéne belerepülni a tűzbe újra és újra. Köszönöm a figyelmet.